A nyári szakmai gyakorlatom elején nem sokat konyítottam a reaktorfizikához, úgyhogy először a szakmai alapokat kellett elsajátítanom, és hát rájöttem, hogy ez az, amit szívesen tanulok. Hogy újra felfedeztem az örömöt a tanulásban, amikor ezzel kezdtem el foglalkozni és ezért is jelentkeztem utána a friss diplomás programba is. Az egykori szakmai gyakorlatos Franciska ma már a nukleáris osztály reaktorfizikus munkatársa. Azt mondta, a Paks 2 ZRT-nél inspiráló, támogató légkör és kollégák veszik körül, és Paksot is megszerette. A Soproni Egyetemen tanuló Debreceni Szabolcs is jó tapasztalatokra számolt be, illetve arról, hogy jövőjét is a Paks 2 ZRT-nél képzeli el azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, illetve nagyon nagy szakmai előrelépést jelenthet akár egy egyetemről kikerült diáknak, az, hogy egy ekkora, ekkora projektnek a részese lehet. A Paks 2 ZRT elsősorban műszaki területen, azaz például a villamos, az építészeti és telephelyvizsgálati, a nukleáris, a primer köri gépészeti, illetve a konvencionális gépészeti osztályokon fogad szakmai gyakorlatos hallgatókat, de lehetőség van többek között a humán erőforrás gazdálkodási, a média kapcsolatok és az informatikai osztályon is szakmai gyakorlat eltöltésére. A szakmai gyakorlatos programunk elsődleges célja az, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatókkal megismertessük Magyarország legnagyobb beruházását, és ezen keresztül az atomenergetikát is. Mindezt egy olyan környezetben, ahol orosz, francia, német el és egyéb Európai Unióból származó szakemberekkel való együttműködésre is lehetőség nyílik, illetve a jövőben lehetőség lehet ezen szakemberek által hordozott tudást is megismerni. A Paks 2 ZRT azért foglalkoztat szakmai gyakorlat keretében fiatalokat, mert így olyan munkatársakra tehet szert a későbbi akik a beruházás elejétől ismerik majd az atomerőművet, erős elkötelezettséggel bírnak az atomenergia és a PAKS 2 projekt iránt. A gyakorlati idő hatékonyabb kihasználása érdekében idén orientációs és mentori program indult el, így minden hallgatót egy tapasztalt szakember segít a szakmai fejlődésben.